Hát megpróbálkozok még egyet. Az utolsóval, mert vannak pályák, ahol a 290-70 font az tök jó, soha nem is próbálom újra, de ez az. Mert itt már megvan a tempó, szerencse kell varigaz. Mert hogy olyan nagyon előtte meg gyors. Remélem Dixit van, itt is lesz jól. 11. Ugyanaz a brigád, minden ugyanaz, szinte nincs, nyert, nyilván nincs. Ez mind verhető, tehát mind, ezen a pályán mind. Ezért szomorú, hogyha nem vagyunk ott, legalább az első 3-4-be. A Dix és a Service nem végezhet előttem, többé az nem érdekes. Nagy elég gyenge lap is, lett így a végére, már gyenge, hát...
most ment gyakorláson 47, mi van, 42, 3-at, ha jól láttam. Az a Kilian, aki most ment előttem a Lexusba, akit simán utána lehet érni, úgyhogy... Ázli kell ide. Mert hogy valaki úgy engedjen ki, hogy valaki van előttem szőnálmányban, de nyilván. Mert hogy egyetem kiengedjen. De nem fog. Hát, te jó Isten. Hát ez még hagyján így, de... Jobban elültem volna egy bármi másnak. Sokkal. Felső a csávónak adott a nincsen szélárnyék a jelete. Kezdődik ez a húziskodák. Ez nem a szakszó, azt használom. Ez az, ez az, ez az, ez a húziskodák. A primatívnak lenne szélárnyéka. Tökre erőnek lehet. Ez az, hogy meg lehet megtölni, hogy nem fogok. Így van. Na? Erről. Így múlik el a világítás, hogy két baromac. Most tudom, hogy mi a legjobb. Szerintem ki kéne kapcsolni, ez nem legjobb. Hát ugyanez lesz megint. Tök jó. Ez ugye mindenkinek a felvezető kör, úgyhogy most bele tudok piszkálni, bele is fogok. Se jönnek nyilván, 30-en lennek. Jó, ebben mi lesz, te jóságoség.
Persze azt adok, hogyha meglep, akkor ez úgy rendben jönök tőle, viszont szemet adtam, de nem lehet venni ezeket nem. Úgy leküldeni meg szó sem brita főre, hogy arra fordulni, de nem szabad. Ja persze, ez a fúró gyerek. Ez egy kapcsolat tarhát. És médium a gumi, úgyhogy ennyit erre megyünk. Ezzel mondom, hogy szerencse kell. Első kör, ne basszak, és oda között a jégbe az egész dolog. Mindegy, megölök mindenki. Ez lesz most a terv. Én médium gumi vagyok, úgyhogy én nekem mennem kell, és nem is fel. Úgyhogy ez most plusz 100 pont, vagy mínusz 42 között. A játékkészítőknek egyébként sok minden nem tűnik föl, ez az egyik. Mindenki kimenne, kap 5 percet, ez 2-3 kör. Mindenki ghost lenne, és nem lenne szélárnyék. De nem, mert ez is sokkal jobb. Tehát sokkal. Beszarok. Jaj, jaj. Ray smart. Not, jó. Jaj. Dixonnek más dél volt, úgy látom. Avasa, hogy biztos, hogy ebben 10 benne van ebben a versenyben.
Hát, és tényleg olyanok vannak előttem, akiket, akik nem árt. Hát, emögé álltam be, jó választás volt. Én is mindig ki tudom ezeket szúrni. 10-ből 9-szer. Aki vagy a falnak megy, aki vagy kirangyol a sösnyesbe, vagy csak simán kirangyol. Thank you.
rögtön kétségbe jöttem, a 3 másodperc szóval az első tudomban, mert bármi lehetett volna. De ez így most jön meleg.
15-ről 116-ig.
Másodperccel volt hosszabb ez a győztes idő, mint az eddigi. Úgyhogy ez egy hihetetlen nagy menés volt, tehát óriási sebesség volt. Kár érte. Ez van. 173, ez több mint a nulla, mert a harmadik verseny után nulla volt. Úgyhogy erről ennyit ma. Megkérdezzük a Dixit, hogy látta ezt. Azt még hallgassátok meg, mert ez biztos nagyon vicces lesz. A hombár fej. Volt. Mi? Megállt volna ki bazd meg az ötödékhely, hogy... Mi történt? Hallod? Tehát mi volt? Hát néztem Dixinek a streamjét. Egyszer azt hiszem kivel koccant össze, de úgy, hogy... Ki ment bele, és Dixi kapott büntetést. Nem csak a penalty system, hanem passzák meg az egész. Mi mentem velük? Egész kvalit, meg minden szar. Hallod, Dixinek még a futam győzelmére, és jól se lett volna. Elől mentem, vágod, csak én hülye kijöttem, fogadjunk, médiumon indult a káj. Én csak annyit mentem vele ki a boxba, és akkor megláttam, hogy 11. körbe kimentem a boxba hard gumin, akkor tudtam, hogy a végére nagyon el fogok fogyni, de már nem volt más választásom. Ahelyett, hogy kimaradtam volna még a Matthew-éka a két kört elől. És akkor még jó gumi maradt. Nagy javérak. Fasság volt, nem így mondom. Én szúrtam egy kvalikört szél nélkül. Ennyi. Én meg... Ne legyen baj. Én azt csináltam, mint az előbb. Amikor nem voltál itt, beálltam 20-nak, és mindenki elindul, akkor én is elindulok. Az első szektorom botrány, de utána behúz 16 autó, annyira, hogy 5. helyig elég. Ja, meg a Servájt azt hiszem, hogy itt lekocoltad a végén. Ja, ha a Servájt még betöltem. Ja, ha Servájt nem betolom, akkor még egyet előre jövök, amúgy igen, én is néztem. Na most nézz vissza a Kája streamjét. Ott nem egyet, hanem kettővel jössz előrébb legalább. Ki nyert? Rodavento a BP-lel. Szenzációs volt. Hát én kurvára élveztem. Hát a tesz. Jó estét. Én nagyon élveztem egyszerűen. Hallod, majd kiugrott a bőrömből. Pizza, vezettem a top lobbit. Nagyon ügyes vagy. És nem kerékcserek izé miatt, hanem... Azért bevezettem ezt. Hányadik lett egy Dixi? 14, két büntetés. Akkor hagyd már ezt abba, hogy vezetted a és kit mondani. Érdekel, és... Fazd meg. Kösz. Törl a kedvem. Dehogy töröm. Csak... Én megcsináltam, ott voltam, fazd meg. Így van. Kétszer. Így van. Nézd vissza, fazd meg. Lila szektor, tudom. De az volt. Láttam, mondtam is. Nincs is baj. Ott autóztam Kájjal együtt az első, második helyen. Jó, mondjuk ne sértődj meg, de ilyen pályán azért nem nehéz. Tudom, de akkor is ott volt a bazban. Ja, az tény. Mozsi, nem csinálunk valamit?
Ez síralomház volt, csak mondom, síralomház. De hogy is, ez jó volt. Én élveztem. Nem tudom, mikor lesz jelek közelebb. Top lobbyba ilyen jókat megyek. Remélem a következő szezonban ugyanígy berakják, vagy Nationsra, vagy Manura. Az a baj, hogy erre csináljon inkább egy NASCAR ízét, ne a roadba rakja be a NASCAR pályát, mert ennek semmi értelme, ez egy fasság. Jó lenne ez, csak a quali, ne legyen már szélárnyék, ne legyen ez a draftozás, hombárkodás. Nem. Az, hogy 13 méteren belül megáll a 20 autó. Hát az igen, az amíg az kemény. De ez, én szerintem, ez, tehát ez szerintem tökre nem jó. És ez a kiújja meg előtt. Full szánalmas, hanod. Én nem lehet kivenni a szélárnyékot, mindenki megy magának egy kvalit. És akkor igazságos, tudod? Ez volt a kulcs, hogy kimentünk a kájjal abba a búziságba 11. körbe tankolni, nem is értem. Pedig nagyon néztem, hogy még kettő kör, még három. Hát igen, még igen, ott kellett volna mennem, amíg a Matthew-ig. Matthew-t el kellett volna engednem magam elé tolni, és akkor reagálok az ő kiállására. Kimentél mit csinálni? Tankolni? Kimentem, nem, kereket cserélni. A lényeg, hogy box. Igen, itt kapja a büntetést a Kai, de hogy miért? Szóval itt fog kibaszni. Szerintem a lányájér, meg inkább. Ja, hogy nem is ő... Aha! Nekem mutatja. Aha, nekem mutatja. Lebasztam a Kai-t. Te intézted el? Nem mondunk valamit? Most üdvögélek egy picit mindjárt. Én addig megnézem a következő izét. Mondod, hogy mi lesz. Azt mondja, az én hibám volt. De várj egy picit. Várjál. Lófasz, hát a csávó ütötte beléd. Ő be tudott volna alattad fordulni, csak beléd ütötte. Azt is mondja egyébként. Jó. Hallod, Fetsz, a kirak utolsó előttinek, és az, aki előttem van, bazd meg, az gyors kör közben kilép. Érted? Tehát, a legjobb időmérő. Egy olyan pályán, figyelj, ahol nem tudom, 4 km hosszú pálya, 3917 méter padlogáz. Igen. Ahol számít a szél. Engem is utolsónak, engem csont utolsónak rakott ki az időmérőre. Eltelt két kör, mire vadásztam egy szélárnyékot. Aztán elvették előlem, aztán nem akarok róla beszélni. Mindegyik más versenypályán, hallod, ha szétfeszülsz, akkor kerülsz oda az elejére. Itt, ha csak egy ilyen félpuha szar időt futsz, akkor már az ötödik, hatodik vagy, és onnan bármi van. Igen. Nyilván, ha van szelet. De az olyan, hogy tehát így végig gurultál. Csak ez idegesít. Amúgy nem, biztos nem idegesítene. Csak egyszerűen ez a quali, ez nem jó. Mert mindenhol ez van. Hallod, M100 Samba busz Cukuba, és ott is izé van. Szélárnyékoznak, mert 79 helyett 81-en megy. De frankon, hallod? Hát ez fúj, de kell az az árnyék. Miért nem veszik ki? Nem, abba hagytam. Időmérőre ki kéne venni. Mondj nekem egy izét, légy szíves, a NASCAR, nem mondjuk a NASCAR, oké. De ez itt minden pályán. Egy olyan autóverseny sorozatot, Feca,
ahol a kvalin nyilván engedett mindenhol a szélnyernék, de ahol szélárnyékoznak. Valami csöves túrautó, de még szerintem a DTM-be sem. Biztos a VTCC-be szétszélárnyékozzák magukat, de szerintem még ott sem vagy. Hát ott azért jó, hogyha van, de... Jó, hogy te van, de nem mondjuk... mész rá arra, hogy fú, most mindenképpen legyen nem. Árnyék. Na. Nem. A Forma 1 abszolút, ugye ez nem is jön, ez nem is kérdés. Persze. Mit tudom én, Monzán kívül, de hát ott is... Pff. Az a baj, hogy annyit veszítenek meg... ők, ilyen 150 méterre vannak mondjuk a másiktól leszorító erőt, hogy annyit nem nyer az egyenesbe. Úgyhogy... Igen, de jó, ne is Forma 1. Kellett volna szélárnyék, az itt attól kellett volna? Most a Bahrain, második Bahraini hétvégén. Uh-huh. Ott kellett volna szélárnyékozzanak, mert ott aztán lehetett volna a célegyenesbe, meg a következő egyenesbe, de hát utána nem utána úgyis lassú kanyarjon. De egy ilyen ja. Gép, izében, GT3-ban nem szélárnyékozzanak. Én még nem láttam soha, hogy szélárnyékozzanak. Nem. Felejtős. Hát olyan... Úgyhogy eljönt a real driving szimulációs élményről. Ja. Hallod, Interlagos GR4 a következő, Manu. Megyünk? Én már gyakorlok. Mindjárt megnézem, hogy mi a izé? Kipukkantottam a retinádat. Mi a race delay? Mindjárt nézem. Állítasz egy szobát valaki? Én már csináltam. Ugyanazokra az adatokra? Igen. 100,000%? Igen. Akkor jó. Én kimegyek, kivágok egy fát a kertbe. Levezettek. Mozsi, ez nagyon jó volt, én ezt nagyon élveztem. Ha meghallgatod ezt a streamet az utolsó versenyről, hallani fogod, hogy élveztem-e. Tudom, hogy te nem élvezted, de figyelj már, nekem ez Úristen, ott mehettem az éve. De baszolj meg, hallod, hogy nem tudsz legalább az első helyedből egy ötödiket ma megtartani. Két büntét kaptam az utolsó öt körben. Jó, ha hát nem kapom, de, már, ne, ha nem már... kap, de ezt nem mond. Kaptál, hallod? De milyen büntét kaptál? Full kamu, de full kamut, vagy de most igen, őszintén full kamu? Full kamu, full. Mind a kettőt. Jó, akkor nem szóltam. Az egyiknél meglöktek hátulról. És te kaptad a büntit. És én kaptam a büntit. Igen, azt láttam is. Jó, te nem vagy az ügyvédje. Ha nem kapok büntit... Hát vele. Nézd vissza. Önkívületbe mentem. Olyan exiteim voltak, hogy én is beszartam őket. Jó. Esküszöm, még a streamben mondtam is, hogy ott nézzétek, ott megy a Dixi. Első, második, első, ho-ho. Azt nem tudom, hogy csak gondoltam, vagy kimondtam-e, hogy úgyse tudjak megtartani. Akkor a geci vagy. Nem vagyok geci, csak most fújok a Dixire is picit. Miért? Mert kiléptél előre a első olyan karin, ahol ugyanezt nincs, csináltam. Már nincsenek okok. Háromból kétszer már csak az okozat van. És az az okozat, hogy fújjon. Miért? Mert okosabb vagyok, mint az összes többi hülye gyerek itt a top speedbe. Azért, mert... Fú, Dixi, várjál még ezzel. Soknál okosabb vagy, az biztos. 20-nak kell elmenni kvalin. Soknál. Türelmesen 20-nak kell elmenni kvalin. Komolyan mondod? Aha. Tényleg? Aha. Az utolsó helyről tényleg? Tényleg? Uh-huh. Majdnem álló rajtról indulok, de úgy behúzod, igaz, Jancsi? Hát itt ül mellettem. Így. És mit csinálsz? Az hogy véded ki? Figyelj. 20. vagy, iszonyat jó szélárnyék, 670,000-re van előtted az ember, tehát tökre tudod, be tudod hozni. És ráfordulsz az első kanyarra, és onnan kigyorsításnak kilép. Mit csinálsz? Megkéred, hogy maradj már szél, ne menj el szél. Tehát én most engem kirakott utolsó előttinek, és ez történt. Rámentünk a gyorskörre, puffa csávok, gondolatot, és kilépett. Nyilván ugyanúgy sehol nem lennék a izi többi pályán, de itt nem számít. Tehát itt nem számít 50,000-et, ha elrontasz egy kigyorsítást, mert kb. Egy kigyorsítás van. Se. Mindegy. Tudod, mit mondtam a rajt előtt? Hogy a Dixit meg a Servaist megverem.
Ezt megtettem, úgyhogy nagyon elégedett vagyok. Tudod, mi vertél meg, mert elvettem a gázt, hogy láttam, együtt írjunk. Láttam, Dixi. De nem köszönöm meg. Neked kell a DR pont, nem a Jokernek. Aha. Minusz 1000 nem. Volt ez most, ez a játék. De tök mindegy, lehet 1100 lett volna, hogyha nem adom oda azt az egy helyet. Nem, abszolút, teljesen oké. Okay. Te jöttél mögöttem, elvettem a célegyenesbe a gázt. Láttam. Úgyhogy nem vertél meg, kösz. Ezt nem mondd ki. Jó? Jaj. Végig előtted voltam, az utolsó centig. Így van. Ja, és még egy nagyon fontos információ. Qualim, 2-1-re megvertelek. Fú, bazd meg. Sensei Dixon Ákos Attila Pro. Csak kérdezem, Ficarics igazam? Nem mindig a Mozsi mondja, hogy a tények azok makas dolgok? Lekvalisztál egyszerűen. Nem? Nem? De. De, megvertél, Dixi, nincs ebben semmi. De, tehát az a baj, hogy én ezt tök elfogadom, mert én nem, nem én hasonlítom magamat látom, össze veled. Én leszarom, tök jó vagy. De, is hasonlít, de én most nagyon csalódott vagyok ezen az egész szarod itt a tutorson, mert szél nélkül menni ezen a pályán tök szar. Én mondtam, nézd meg a streamjeimet, amit a múltkor Ricsivel csináltam. Tanulhattál volna belőle. Jó, ez erős. Hú, bazd meg, na jó, mindjárt jönök. Ezt frankol most le kell, hogy nyeljek, bazd meg egy ízét, egy szíves gombocot, te hülye. Hát de nincs igazam? Együtt gyakoroltunk. Próbált ő irányítani egy olyan helyzetben, ahol én vagyok a jobb. Hát most ez van. Ezen ment el az első kvalink. Ő irányított. Én tök büszke vagyok az utolsó versenyre. Utolsó centig büszke vagyok. Hallod, Bence, kopik a gumi. Raktiszom. Javítom. Ez a kövi manufaktúra? Igen. Dixi, az nézd, meg, hogy kopik-e a izé. De elméletileg kopnia kéne. Mert a mostani is kopott. A guminak. Kopik. De hogyha van beállítva direkt a kvali szobához, akkor a kvalit használja beállítás. Itt most a kvali beállítás van, azaz nem a gumi kopik, benzin nem. Most kvalit mentek. Nem, praxis megyünk. Igen, de kvali beállításokkal mész. Láttatok a gyalog-galoppot? Micsoda? Gyalog-galopp. Változtassak fel akkor? Nem, akkor így nem kell. Akkor jó. Várja, meg kell vennem a profit magamban. Nem láttátok a izet? Monty Python gyalog-galopp? Nem. Nem? Nem. A Brian életét sem. Mm. De a tüskevállat tuti láttátok.
Rima az a kedvencem nagyon sokszor. Jó. Akkor nézzetek meg a Origin, nem az új. Kivágtam az erdő legmagasabb faját. Ezzel a heringgel. Masoltam kint a kertben. Na, hol tartottunk, Dixi? Hogy tanultad tőled? Ott, hogy nem, ott, hogy nagyon csalódott vagyok. Tényleg szomorú vagyok. Ezt is kiteszem az ablakba, de azért szívesebben tettem neki egy ötödik, hatodik helyet. Vagy egy harmadikat akár. Elbasztam azzal a kerékcserével, és azért haragszom magamra. Nekem ez olyan, nekem ez a top, nekem ez volt a feca Iván Müller-e. De tényleg. Ez a verseny. Ez volt az Iván Müller momentumom. Csíl az a báló. Nagy Schleifer még Fincsi lesz. VR4-je. Majdnem olyan, mint a Kájman. Na most megyünk Amerikába, vagy mi van, Dixon? Ott vagyok éppen. De mehetsz, hogyha akarsz, mert föl kéne tornászni. Én nem megyek menni, hát nyersz. Én nem tudok nyerni. De ízé, egy órakor, nem úgy, ha délit mehetnél még nekem, hogy magasabb lobbyba menjek. Mert egy órától kezdődik, és 6-kor van reggel az utolsó. És én megcsinálom az összeset. Én holnap alszom csak. Én ezt reggel 6-ig nyúzom. Ez nekem az álomverseny. Meg a bélyeg. Na jó. Ebben ennyi volt. Köszönjük a hozzászólásokat. Tixinek pedig gratulálunk, hogy első helyen ment. 310 méterig. Éjfélig még mardoslak, Dixi, utána majd a bajom. Nem láttam, hogy hogy mentél. De ez, egy ilyen lobby, ez simán nyerhető, Dixi. Úgyhogy meg kell tudni nyerni. Vagy legalább a három, mert nem tudom. Még harapatnak a végén. Meg 3000 kilométer, 3000 kör van neki benne a kezébe. Most látok, jó,